A játékosok egy része most pihenőt kapott, a többiek pedig jöttek edzeni. Lövőedzést tartottunk, és a kapusokat dolgoztattuk egy kicsit. Nagyon magas szinten játszottunk az elmúlt mérkőzéseken, így ezekben a napokban kellett egy kis pihenés. Ezután majd szombaton lépünk pályára, így arra kell készülnünk, de az elmúlt hetek játékával most elégedett vagyok, emellett azonban óvatosnak is kell lennünk, de úgy akarunk játszani, ahogy tudunk. Mindig a legjobban próbálunk játszani, ahogy tudunk. Úgy gondolom, hogy a Kisvárda ellen nagyon jó védőjátékot mutattunk be, nagyon sok időt töltöttünk a védekezéssel. A támadó játékunk is működött, de a védekezés volt az, ahol az idő nagy részében jó munkát végeztünk. A Kecskemét ellen már sokkal gyorsabb volt a játék, a védekezésünk nem volt már annyira hangsúlyos, de ismét 20 gól alatt tartottuk az ellenfelünket. Sok gólt szereztünk, és a kapusokkal is erről beszéltünk, amit mutattak. Elégedettek vagyunk, és nem csak a támadó játékkal, hiszen a Kisvárda és a Kecskemét ellen is jól működött a védelem is.